Az Országos Magyar Vadászkamara elnöksége április 15-én 60-ban tartotta meg elnökségi ülését, melyen a résztvevők összesen 16 napi rendi pontot vitattak meg. Az Országos Magyar Vadászkamara megtartotta az idei második elnökségi ülését. Azt gondolom, hogy most már szokássá válik az, hogy az elnökségi ülések rendesen előkészítve írásos előterjesztés formájában történnek meg, így könnyebben sikerült abszolválni a 15 napi rendi pontot, ami a mai napra volt elrendelve. Én azt gondolom, hogy egy bonyolult, a vadászkamara mindenféle működési területére kiterjedő döntéssorozaton vagyunk most túl, mely szabályozza egyrészt a költségvetési fegyelemnek az alakulását, ezen kívül a tavalyi költségvetés alakulását, tovább az országos vadgazdálkodási alappal kapcsolatos technikai és olyan objektív döntések meghozatala, amelyek a felülvizsgálati kérelmekkel kapcsolatosak annak érdekében, hogy a vadászkamara által kiírt pályázati rendszer zökkenőmentesen és a vadászatra jogosultak érdekében tudjon működni. Országos Magyar Vadászkamara kiemelt programjai között szerepel az, hogy a hivatásos vadászok kötelező továbbképzését azt megreformáljuk, és gyakorlatilag az erre tett javaslat készült el, aminek az lenne a lényege, hogy a kötelező továbbképzések azok egy kreditpontrendszerben működnének, az ezeken való részvétel, és gyakorlatilag 100 kreditpontot kéne összegyűjtenie minden egyes hivatásos vadásznak az adott naptári évben ahhoz, hogy a munkáját azt a törvény előírásoknak megfelelően végezhesse. Ez kell majd egy VTV módosítás, ami ezt kötelezővé teszi, és lehetőséget ad arra, hogy mind az egyént, mind pedig a foglalkoztatóját, munkáltatóját, a vadászatra jogosultat szankcionálja, hogyha a hivatásos vadász ennek a kötelezettségének, mint rendészeti szakszemélyzet nem tesz eleget. Az OMVK Oktatási Szakbizottságának közreműködésével elkészült az Ismerd meg a vadászokat című ifjúsági program kézikönyve, melyet a jelenlévők is megismerhettek. Jó munkához idő kell, vártuk is egy ideje ezt a kiadványt, megkaptuk most az elnökségtől a megbízást, a felhatalmazást, a központi segítséget, úgyhogy minden együtt állt ahhoz, hogy ez az anyag végre meglegyen, és mivel elévülhetetlen pedagógiai módszereken alapul, ami egy külön szakma, és csak itt-ott vág össze a miénkkel, ezért azt reméljük, hogy biztos, hogy maradandó is lesz. Nagyon nehéz a gyerekeket, minél kisebbek, nagyon nehéz őket lekötni. Nagyon nagy segítség egy, mondjuk egy vadászembernek, aki szeretné megszerettetni a vadászatot, mondjuk 6-7-8 éves gyerekekkel. Ehhez is nyújt segítséget ez a módszertani kézikönyv, hiszen lehet, hogy ezek a vadászok eddig is bementek az iskolába. Csak azt nem tudták, hogy miért nem lehet annak a kis csoportnak lekötni 5-10 percnél tovább a figyelmét. Lehet, hogy magában érezte a csalódottságot, vagy azt gondolta, hogy nem elég felkészült, pedig ez egy életkori sajátossága ezeknek a kisrácoknak, kislányoknak, és így kell hozzájuk állni, és ha ezt meg tudjuk szakítani 10-15 percenként, akkor újra fel lehet kelteni az érdeklődést, és gyakorlatilag azt veszük észre, hogy egyfolytában csillognak a szempárok. Ha ez bevezetésre kerülhetne, és a nemzeti alaptantervvel egy picit összhangba hoznánk, akkor pedig a következő generáció már megkapná a vadászkorba, kisiskoláskorba, felső tagozatos korba, középiskoláskorba, és gyakorlatilag akkor jön össze egy folyamat, mire felnőtté válik, gyakorlatilag az alany addigra egy képe van a természetről, a vadászatról, a gazdálkodásról. Nem biztos, hogy ő ezzel egyetért, de biztos, hogy nem fogja gyűlölni, mert nincs miért. Én azt gondolom, 2021-re ez az Ismerd meg a vadászokat program, ez teljességgel ki tud bontakozni egy országos hálózattá, és erre úgy nézem, hogy a pedagógus társadalom is befogadó képességet mutat, illetve támogat bennünket az Országos Magyar Vadászkamara. Kamarai célok keretében nagyon fontos feladatunk és célunk, hogy a hivatásos vadászok szakmai elismertségét, felkészültségét azt fokozzuk és emeljük. Az embereket próbáljuk összekélni arra, hogy továbbképezzék magukat, ismereteket szerezzenek. Erre vonatkozólag is kiadtuk a pályázat keretében benyújtandó lehetőségekre egy ajánlást valamennyi megyének, tehát itt a szakmai tanulmányutak, a szakmai rendezvényeken való részvétel, akár nyelvtanfolyam, kürtös tanfolyamon való részvétel, vagy például, hogyha hivatásos vadász szakmai könyvet ad ki, vagy valamilyen kiadványt, annak a támogatása, tehát ezek megjelennek már ezekben a pályázatokban, ami biztos, hogy egy előrelépés jelent, és örömmel tölt el minket.